52 évvel a Nabukodonozornak szóló látomás után az Úr újabb kijelentést adott Dániel prófétának a történelem végkifejletéről, mely párhuzamos az első látomással, de annál jóval részletesebb. Látám az én látásomban éjszaka, és íme az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren, és négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól. Ez a látomás időszámításunk előtt 552-ben Belsazár király uralkodásának első esztendeiben tárult fel a próféta szemei előtt. Az első jövendőlésben a szoborkolosszus testrészeit alkotó négyféle fém jellemezte a történelem világbirodalmainak vonulatát. A második látomásban azonban a viharos tengerből feljövő négy vadállat szemlélteti, hogy történelmünk nem egyéb, mint könny és vér. Az ádász háborúk és a világhatalomért folyó szagadatlan harc történelme. Ez a négy hatalmas vadállat négy király, aki hatalomra jut a földön. A proféciák nyelvén a szelek háborúkat, a vizek pedig népeket, nemzeteket jelképeznek. Ahogy a szelek felkorbácsolják a tengert, úgy hozzák mozgásba a háborúk a népek sokaságát. A vadállatokkal jelképezett birodalmak pedig a világhatalom megszerzéséért zajló csatározások során emelkednek ki a nemzetek közül. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember lábra állítaték, és emberi szív adaték néki. Az első jövendőlés már azonosította az aranyfejet második Nabukodonozor Babilóniájával. A második jövendőlésben az oroszlán ugyanezzel a hatalommal azonos. Ahogy az arany a fémek közt, úgy az oroszlán az állatok között a legelső. Babilon a királyságok ékessége, a káldeusok dicsekvésének dísze volt. A sasszárnyak seregeinek gyors hadmozdulataira utalnak. Lovasai messziről jönnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű. Nabukodonozor okkal aggódott birodalma jövője miatt. Utódai nem becsülték meg a szerzett örökséget. Az oroszlán szívet a gyarló emberi szív váltotta fel, királyaik kedveléseiknek hódoltak, s költséges építkezésekre és hadjáratokra pazarolták a gyűjtött kincseket. Így Babilon uralma csak hamar meggyengült, sasszárnyai kitépettek, és a királyságok ékessége Belsazár uralkodása alatt a médek és a perzsák kezére került. Több mint 100 évvel azelőtt, hogy a perzsa király Círusz megszületett, az Úr Ézsaiás próféta által név szerint említette őt, s azt is feltárta, hogy miként foglalja majd el Babilont észrevétlenül. Így szól az Úr felkentjéhez, Círuszhoz, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassa előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam. Ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érc ajtókat összetöröm, és leütöm a vas zárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael istene. A hódító perzsa hadsereg időszámításunk előtt 539. októberében váratlanul vonult be a babiloni főváros szívébe, a folyó medrén át, melynek vizét elvezették, és a belső kapukon keresztül, melyeket gondatlan biztonságérzetből minden védelem nélkül nyitva hagytak. Ezen az éjszakán Belsazár és főemberei betöltötték a saját és a káldeus birodalom bűneinek mértékét. A király nagyszabású lakomát rendezett, melyen 1000 főrangú emberével együtt lerészegedve megparancsolta, hogy hozzák elő az arany és ezüstedényeket, melyeket elvíve Nabukodonozor, az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Mikor ezt megtették, egy kéz jelent meg a falon, mely izzó betűkkel írta fel, hogy Isten számba vette Belsazár országlását, és azon az éjszakán véget vet annak. A négy szóból álló írás jelentését az idős Dániel próféta tolmácsolta a királynak. A médek és a perzsák még azon az éjszakán elfoglalták Babilont,
Belsazárt pedig megölték. És íme más állat. A második hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és három oldalborda van a szájában fogai között, és így szólának néki. Kelj fel, és egyél sok húst. Az első látomásban a szoborkolosszus mellén összefont ezüst karok szemléltették a médek és perzsák szövetségéből létrejött birodalmat. A második látomás szerint viszont a medve egyik oldaláról a másikra nehezedett, vagyis előbb a médek, majd Círus uralkodása alatt a perzsák vették át a vezető szerepet az államszövetségben. A három oldalborda a medve szájában a birodalom három stratégiai fontosságú hódítására, Babilóniára, Egyiptomra és Lüdiára utal. Miután Kelet valamennyi országa a kezükre került, s elértek Európa határaihoz, a perzsák Görögország meghódítását tervezték. Ezért hangzik el a kijelentés, miszerint kelj fel és egyél sok húst. A görög városállamokat a 120 éven át tartó, újra és újra meginduló perzsa támadások ösztönözték, hogy Athén segítségére siessenek. Ezután látám, és íme egy másik, olyan, mint a párduc, és négy madárszárny vala a hátán, és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki. Miután a görög városállamok egységbe szerveződtek, seregeik Nagy Sándor vezetésével három döntő csapást mértek harmadik Dárejosz hadaira. Napóleon koráig Alexandrosz volt a világtörténelem leghíresebb hadvezére. Mintegy 13 évnyi uralkodása alatt az ifjú makedón király annyi hadjáratot vezetett, mely kilométerben mérve meghaladta az egyenlítő hosszát, miközben birodalma határait a párduc gyorsaságával Indiáig terjesztette. Ám a szakadatlan hódítások, a kicsapongó életmód és a mértéktelen alkoholfogyasztás miatt legyengült szervezete már képtelen volt megbirkózni a maláriával, így 32 éves korában Babilonban váratlanul meghalt. Nagy Sándor koráig vezethető vissza a politika és a vallás összefonódása, bár ismert formájában Róma virágoztatta fel. Ő volt az első uralkodó, aki alattvalóitól Istennek kiáró tiszteletet követelt. Halála után birodalma négy hadvezérére, Kassanderre, Lysimachosra, Seleukosra és Ptolemaiosra szállt, akik miután felosztották vezérük örökségét a négy égtáj szerint, mindenkit megöltek, aki örökösödési joggal léphetett volna fel. Ezt jelképezi a négyfejű párduc a második látomásban, mely a szoborkolosszus rész hasának és oldalának megfelelője. Ezek után látám éjszakai látásokban, és íme negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És ez különbözik mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és 10 szarva valanéki. Az első profécia főként a szoborkolosszus vas lábaival jelképezett negyedik hatalom bemutatására helyezte a hangsúlyt, így a második kijelentés is szinte teljesen a negyedik hatalom és az abból kifejlődő utódállam jellemzését részletezi. A leírhatatlan külső, a vas fogak és a példátlan brutalitás ezúttal is a véres és kegyetlen római birodalomra utal. Róma e pusztító szörnyetekhez hasonlóan falt fel és zúzott szét minden országot, mely hódításai során az útjába került. Ha egy népet vagy nemzetet nem igázott le, vagy nem semmisített meg teljesen, akkor annak maradékát rabszolgaságba taszította, vagyis jogaikat tekintve eltaposta. A római hadsereg volt a világ legfőbb rabszolga beszállítója. Nagyobb hadjárataik után akár több tízezer foga is elkelhetett a rabszolgapiacokon, akik a birodalom munkaerő szükségletének tekintélyes hányadát képezték. Az időszámításunk előtti első századra Itália lakosságának 30-40%-át a rabszolgák alkották. A vadállat 10 szarva, ahogy a szoborkolosszus 10 lábúja is, a 10 független királyságot vagy nemzetállamot jelképezi, melyre a birodalom, a népvándorlás, a trónviszályok
és a barbár törzsek folyamatos támadásai során széthullott. A szarv a Biblia prófétai jelképei közt a hatalom szimbóluma. Mialatt a szarvakat szemlélém, íme másik kicsiny szarv növekedik ki azok között, és három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és íme emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj. A római birodalom bukása nem csak az ókor nagy világbirodalmainak végét jelezte, de az ókor végét is. A birodalom azonban ezzel nem szűnt meg létezni, csupán más formát öltött, s jelenlegi formájában a mai napig is fennáll. A vadállat 10 szarva között egy kis szarv jelent meg, mely hamar hatalmasra nőtt, s növekedés közben 3 szarvat döntött ki, alázott meg maga körül. Fennhíjázó módon beszélt, és emberi szemei voltak. Róma 2 korszakának, az ókori és a középkori Rómának ugyanazok a sajátságai. Keletkezése, mely oly megfoghatatlan, hogy szinte a semmiből állt elő, terjeszkedése, majd a nemzetek feletti politikai és lelkiismereti hatalma mindkét esetben azonos módon valósult meg. A kis szarvról szóló látomás azonban itt hirtelen félbeszakad, s a történetvezetésben egy közbeékelt látomás következik. Dániel így beszélt erről. Nézém, mi királyi székek tétetének, és az öregkorú, az örökkévaló leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú. Széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam foly, és jő valaki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgálának néki, és 10000-szer 10000-en állának előtte, ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jöve, és méne az öregkoruhoz, és elejébe vivék őt. És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála. Az ő hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Egy bírósági tárgyalást idéző jelenet tárult a próféta szemei elé, mely egyrészt azt jelzi, hogy a földi események a menny felügyeletével történnek, másrészt pedig azt is, hogy Jézus Krisztus második eljövetelének előkészítése a mennyben már elkezdődött. Dániel látta, hogy a mennyben ítélők ülnek le, Jézust az örökkévaló Istenhez kísérik, és megnyitják a törvénykönyvet s a tények feltárásához szükséges könyveket. Jézus dicsőséges második eljövetele előtt a mennyben minden ember élete, hite és cselekedetei vizsgálat alá kerülnek, aki valaha szövetséget kötött Istennel. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Földi szolgálata során Jézus kijelentette, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet, az igazságszolgáltatást egészen a fiúnak adta. Ezt követően a kegyelmi idő, mely megtérésre adatott, lezárul, és Jézus kijelenti, hogy aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íme hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Mikor Dániel a látottak hatására megrendülve tudakozódott a negyedik vadállat, a 10 király, és különösen a kis szarv kiléte felől, az alábbi magyarázatot kapta. A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, mely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja, és szétzúzza azt. A 10 szarv pedig ez. Ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk, és az különb lesz, mint az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig,
időkig és fél időig. De ítélők ülnek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen. Az ország pedig, és a hatalom, és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének. Az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. A kis szarval jelképezett hatalom egész más természetű, mint az őt megelőző birodalmak. Ez különb lesz, mint az előbbiek. A kereszténység elterjedése, a keresztényüldözések, a megjövendőlt apostázia, a trónviszályok és a barbár támadások vérzivataros évszázadai alatt egy olyan hatalom növekedett Európa szívében, mely nem csak politikai tekintélyre törekszik, de az emberek hite és lelkiismerete felett is uralkodni kíván. Befolyása Európa és a világ történelmének alakulására nézve olyan jelentős, hogy a Biblia 10 nagy átfogó vázlatproféciáján belül 7 jövendőlés részletesen beszél róla, s hatalma egészen a végső időkig terjed. A kereszténység az időszámításunk szerinti első évszázadokban rohamosan terjedt a római birodalom területén és azon túl. Az apostolok és tanítványaik megfogadták Jézus menetparancsát, miszerint elmenvén e széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ennek köszönhetően az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. A római birodalom uralkodói évszázadokon át fenyegetésként élték meg az új vallás terjedését, ezért Nérótól Dioklecián császár uralkodásáig 10 több éven át tartó keresztényüldözési hullám következett. Végül 311. április 30-án Galériusz császár Nikodémiában visszavonta a keresztények üldözését elrendelő parancsokat, mivel belátta, hogy az üldözések nem érték el céljukat. Ehelyett a vallási türelmesség gyakorlását látta célra vezetőnek. A nagy fordulat első Konstantinus császár uralkodása alatt következett be, aki 313. februárjában hivatalosan is elismerte a kereszténységet, és az egyházzal való kiegyezés útját választotta. Az üldözött kisebbség egy csapásra az állam első számú intézményévé vált, az egyház és a papság társadalmi befolyása pedig a kiváltságokat biztosító intézkedések következtében gyorsan növekedett. Mikor a kereszténység a birodalom hivatalos államvallásává vált, korántsem volt egységes. Különféle tévtanok ütötték fel a fejüket, melyek megoszlásokat és komoly hitvitákat idéztek elő. Ilyen volt például a maniheizmus, a donatizmus, a pelagianizmus és a leghosszabb ideig fennálló arianizmus, melyek terjesztőikről kapták nevüket. Konstantinus, aki az egyház védelmezését is felvállalta, eleinte zsinati határozatokkal próbált szembeszállni az eretnek tanításokat terjesztő mozgalmakkal. A 325-ös níceai zsinaton például kiközösítette az ariánusokat, és az egységes vagy egyetemes, görögül katolikus egyházi irányzat mellett foglalt állást. A konstantinuszi fordulat egyet jelentett Róma hanyatlásának felgyorsulásával és jelentőségének csökkenésével. A püspökök politikai tekintélyének fontossága pedig folyamatosan növekedett. Konstantinusz a régi pogány főváros Róma helyett új keresztény fővárost építetett a keresztény birodalomnak. A Boszporusz partján fekvő Bizáncot 330-ban adták át, és az alapítóról Konstantinápolynak nevezték el. Ezzel a római püspök megszabadult az állami főhatalom közvetlen jelenlététől, mely akadályozta volna a pápai hatalom kialakulását. A IV. Század derekán már komoly harcok alakultak ki a római püspökség megszerzése céljából létrejött pártok között. Végül Grácianus császár legalizálta a római püspök tanítói és bíráskodási főhatalmát a nyugat püspökei felett, melyet Theodosius és II. Valentinianus császár további rendeletekkel erősített meg.
A kereszténység níceai hitvallást elfogadó katolikus ágát Theodosius császár és társuralkodói Grácianus és II. Valentinianus császár a 380. február 27-én Konstantinápolyban kihirdetett ediktum alapján államvallásnak minősítette, s a birodalom minden országában kötelezővé tették. Az ediktum az ettől eltérő hitvallásokat eretnekségnek minősítette, s követőit megfosztotta a hivatalos kereszténységnek kijáró kiváltságoktól. A kereszténység katolikus ágának államvallássá válása maga után vonta a nem keresztény kultuszok állami üldözését is. A katolikus kereszténység hatalomra jutásával a pogány vallások kerültek abba a helyzetbe, mint amiben a kereszténység volt korábban. A római birodalmat Theodosius császár halála után 395-ben két részre osztották. A kelet-római birodalom, Bizánc még több mint 1000 éven át fennállt, míg a nyugati birodalom a névvándorlás korában, a barbárok támadásai alatt lassan felmorzsolódott. A birodalom kettészakadásának következményeként keleten kialakult a görög-keleti egyház, míg a nyugati latin egyházban fokozatosan kibontakozott a pápai főhatalom, mely idővel az államok feletti keresztény univerzalizmus eszmei, ideológiai, politikai képviselője lett. Az 5. században a pápák egyre határozottabban léptek fel a római primátus érvényesítéséért. Ám a profécia szerint, mielőtt ez a kis szarval jelképezett hatalom nagyra nőtt, a 10 szarv közül 3 kiszakasztaték ő előtte, azaz a római birodalom területén létrejött 10 nemzetállam közül a főhatalomért küzdő 3 domináns nemzet hatalmának meg kellett dőlnie. 476. augusztusában az utolsó római császár Romulus Augustus előzésével a nyugat-római birodalom végleg elbukott. A trónt egy keleti germán törzs, a Herulog vezére Odoaker foglalta el 480-ban, miután első Zénó kelet-római császár elismerte őt, mint Itália teljes függetlenséggel rendelkező vezetőjét. Ettől kezdve Odoaker Itália királyának neveztette magát, de emellett megtartotta a konzuli tisztséget is, tiszteletben tartva aladvalói polgári és egyházi intézményeit. A herulakat először a 3. század közepén említi a történelem, mint könnyű fegyverzetű zsoldosokat, akik eleinte a Rajna mellett tanyáztak, mint a rómaiak szövetségesei, majd a hunokhoz csatlakoztak. Vándoroltak, míg uruk Odoaker Itália királya nem lett. Ekkor a birodalom romjain egy időre a herulok ragadták magukhoz a hatalmat. Odoaker 488-ban kénytelen volt fellépni a kelet-római birodalom által támogatott osztrogótok vagy keleti gótok előrenyomulása ellen, a birodalom ugyanis nem nézte jó szemmel, hogy 481-ben meghódította Dalmáciát. A vesztes csaták után a barbár szövetséges és a megmaradt római csapatok nagy része elesett. Miután Ravennát az osztrogótok már 2,5 éve ostromgyűrűbe zárták, Odoaker a város püspöke közvetítésével 493-ban kénytelen volt békét kötni első Teodorik keleti gót királlyal. A megállapodás szerint közösen kormányozták volna Itáliát. Néhány nappal később mégis Teodorik ravennai udvarába szállították, egyes források szerint ünnepségre hívták, és itt saját kardjával kivégezték. Az ariánus hitre tért vandálok, akik szintén a keleti germán népek közül valók voltak, Geiserik vezetésével vették birtokukba a római birodalom észak-afrikai területeit az 5. század során. A birodalom ezzel a fő gabonaellátási forrásától és a mediterrán kereskedelem létfontosságú központjától esett el. A kelet-római birodalom 3-szor, 431-ben, 440-ben és 441-ben küldött flottát a területek visszaszerzésére, ám mindhárom alkalommal sikertelenül. A vandálok uralmát végül a bizánci beavatkozás döntötte meg, mintegy 100 évvel az afrikai királyságok megalapítása után. Első Justinianus kelet-római császár nagyszabású hadjáratot indított nyugat felé az egységes birodalom helyreállítása érdekében.
533-ban Belisarius nevezte ki a vandálok elleni szárazföldi és tengeri expedíció élére, aki 18 ezer fő seregével partra szállt Leptis Magna városának közelében, és hosszú, véres harcok után 534 elején legyőzte a vandálokat. Észak-Afrika régi római provinciái így visszakerültek a birodalomhoz. Ez volt a római birodalom történetének utolsó diadalmenete. 533-ban első Justinianus császár minden egyház fejének minősítette II. Jánost, Róma püspökét. A primátus elismerése azonban egyelőre csak papíron létezett, ugyanis az ariánus osztrogótok tartották megszállás alatt Itáliát. A vandálok legyőzése után első Justinianus készen állt arra, hogy visszaszerezze a nyugatrómai birodalom minden elvesztett területét. 535-ben parancsot adott Belisariusnak az osztrogótok megtámadására. Belisarius gyorsan bevette Szicíliát, majd átkelt Itáliába, ahol először Nápolyt, majd 536-ban Rómát is elfoglalta. Az osztrogótok ekkor összevonták haderejüket, hogy visszafoglalják a várost, de 538-ban súlyos veszteségeiket tudomásul véve kénytelenek voltak visszavonulni. Bár a csatározások még közel 20 évig tartottak, az osztrogótok uralmának végét az 538-as vereség pecsételte meg. Ezután új rend vette kezdetét, az egyházi állam korszaka. A profécia szerint, miután a kis szarv hatalmassá nő, a magasságos egek szenteit megrontja. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Első Pelagius pápa, aki Itália akkori katonai parancsnokának segítségével került hatalomra, azzal a követeléssel állt elő, hogy az államhatalom forduljon azon püspökök és egyháztagok ellen, akik vonakodtak alávetni magukat a pápai hatalom fennhatóságának. Így került üldözött státuszba az Istenhez hűséges, de az egyházon belül a pápai hatalom hitehagyása ellen protestáló keresztény kisebbség. Az Úr 400 évvel az események beteljesülése előtt megjövendölte Pál apostol által, hogy a középkori Róma hatalomra jutását az ókori Róma haldokló, de még fennálló államszervezete akadályozza. Tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni, írta a tesszalonikai gyülekezetnek. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. A középkori Róma főhatalma 538-tól kezdett kiteljesedni, miután a Róma trónjáért viaskodó három ariánus nemzet, a három szarv, a herulok, a vandálok és az osztrogótok hatalma megdőlt, és az államvezetés szerepét is egyre inkább a római pápák töltötték be. Ekkor a Jánosnak adott kijelentés szerint az Isten népét egykor üldöző sárkány, az ókori Róma, erejét, királyi székét és hatalmát a hatalmi rangra törekvő, hitehagyó egyháznak adta. A törvényszegés bűne, az apostázia abban nyilvánul meg, hogy Róma sokat szól a felséges ellen, és megnyitá az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben vannak. Az ellen szó úgy is fordítható, hogy helyett, ahogy teszi azt Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írott 2. levél 2. fejezetében. Róma tehát nem nyíltan száll szembe Krisztussal, hanem oly módon, hogy Krisztus helyébe lépve az ő nevében cselekszik istentelen dolgokat. A papi hierarchia a megigazulás bibliai rendszere helyett, mely a Krisztusban való hit által adatik a hívőknek, elrendelte a cselekedetek és a bűnbocsátó cédulák megvásárlása általi üdvösség rendszerét. Jézus Krisztus helyett önmagát tette meg az ember közbenjárójának.
bevezette a gyónás szertartását, ezáltal magának tulajdonítja a bűnök megbocsátásának jogát. Hatalmával élve véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, az időegységek Isten által elrendelt behoztását. Így a napszakok határa napnyugtáról évfélre változott, a hetedik nap a bibliai szombat helyett a pogány napünnep napja, a vasárnap lett, az év határa pedig nem a tavaszi napfordulóra, hanem a tél közepére esik. Róma legvakmerőbb lépése mégis az volt, mikor úgy vélte, hogy Isten törvényét, a 10 parancsolatot több vonatkozásban is megváltoztathatja. A zsinati határozatok során a szobrok és képek imádására vonatkozó második parancsolatot törölték, a negyedik parancsolatot megváltoztatták, a 10. parancsolatot pedig ketté osztották a számszerűség miatt. A profécia azonban a katolikus Róma teljhatalmának idejét is meghatározta, míg az Istenhez hűséges keresztények ellen hadakozik. A kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre. A héber szöveg szerint ez egy évet, két évet és fél évet, azaz összesen 3,5 prófétai évet jelent. Ez az idői profécia ezután még 6-szor tűnik fel a Bibliában további 2 szám kombinációban. 1260 nap, valamint 42 hónap, és mindhárom esetben 1260 prófétai évet jelent. Az 1260 év kezdete, 538, az a történelmi dátum, mikor a római pápaságnak az akkor legerősebb világi hatalom, a kelet-római császárság adja át a hatalmát. Az 1260 év végén, 1798-ban pedig az akkor éppen hatalmon lévő francia forradalmi kormány fosztotta meg őt hatalmától. Berthier, Napóleon tábornoka seregeivel bevonult Rómába, kikiáltotta a köztársaságot, és 6. Pius pápát foglyulejtve véget vetett a pápaság 1260 éves politikai uralmának. A csapás azonban korán sem jelentette a pápaság egyházi intézményének megszűnését, csupán a világi hatalmát veszítette el egy időre. Egy másik jövendőlés szerint az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követé a fenevadat. A pápaság befolyása a végső időkig fennáll, ekkor azonban a profécia szerint ítélők ülnek, és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen.